Sziasztok, itt Fiddler és a fiddlerbeats.com. Ebben a tutoriában bemutatom, hogy hogyan építettem fel az alábbi dubstep számot, ami segítséget nyújthat kezdők vagy akár haladók számára is. Ezt a rövid kis számot direkt ez a tutoriálhoz készítettem, egyszerű elemeket tartalmaz, úgy remélem érthető lesz. Na, hát erről lenne szó, úgyhogy remélem tetszik a szám, úgyhogy kezdjünk is hozzá. Kezdésnek betöltöttem a Cubase-nek a gyári szemplerét, és kiválasztom az előre beállított presetet, amit direkt ez a tutoriálhoz készítettem. A hangmintákat, amit a preset tartalmaz, azt le tudjátok tölteni az oldalról, ezt direkt beletettem a tutorial packbe, és utána be tudjátok tölteni a saját szoftveretekbe, mindegy, hogy Reason-t, Fruity Loops-ot, vagy Ableton-t használtok, vagy akármi mást. Kezdésnek ez a ritmus tökéletesen megteszi. Amit itt csinálok, az, hogy megduplázom a tapsot, ugye két darab tapsangot tartalmaz a patch. Ez azért jó, mert egyszerre két taps szólal meg, és nem egy. Egymáshoz képest majd el fogom tolni őket, pár millisekundummal ettől még olyan vaskosabb, még erőteljesebb hangja lesz. Ezt a lépést itt nyugodtan kihagyhatjátok. Itt csupán annyit csináltam, hogy betöltöttem egy limitert a dobcsatornára, ami megfogja az ilyen nagyon erős leütéseket, nagyon erős hangokat, és így nem torzít be. Ezt követően felveszem a hi-hateket. Gondolom most feltűnt ez a püffölő hang, ez azért van, mert van egy midi dobpedem, én erről szoktam feljátszani a ritmusokat. Én azért szeretem, mert teljesen ugyanolyan a kiosztása, mint a Cubase-ben lévő samplernek, ez így számomra jobban átlátható, de bármilyen más MIDI eszköz is megteszi, akár mouse-szal is be lehet pötyögni. Na, hát így fog kinézni a ritmus, később majd még beleszínezünk kicsit. Most ráközelítek, és látszik, hogy minden tökéletesen ritmusban van. A dubstep ritmusok eléggé lötyögősek, elég lazák, ezért ezeket a hangokat egymáshoz képest el fogom tolni pár millisekundummal, ettől lesz olyan jó laza, olyan jó kis lötyögős. Érdemes a tapsokat és a snare-eket úgy eltolni egymáshoz képest, hogy amelyiknek ütősebb az eleje, az legyen az első, és amelyiknek hosszabb a lecsengése, az jöjjön utána. Na, akkor most jöjjön a cintányér, ezt is eltoljuk pár millisekundummal. A nyitott hi-hateket is eltoljuk pár millisekundummal. Akkor most jön a rövid lecsengésű hi-hat, nem, ez nem az lesz. Jó. Akkor nincs más hátra, mint hogy fölturbózzuk egy kicsit a lábdobot. Most pedig úgy szoktam, hogy 1.16-ot tripletre állítom a quantize-t, és bizonyos leütések elé berakok egy lábdobot.
Okay, akkor szerintem a ritmussal elkészültünk, úgyhogy menjünk is tovább a melódiákra. Na, már itt is vagyunk a melódiáknál, a következő akkordmenetet fogom használni. Az akkordmenet már megvan, nincs más dolgom, mint lecseréljem a hangszert. Én a Nexus szoktam használni, kiválasztok egy megfelelő presetet, és kész. Kiválasztottam a megfelelő basszus hangszert, vissza szoktam venni a hangerejét, hogy a melódia alatt ne legyen annyira hangos. Igazából elég, ha csak jelen van. Mindezek után megduplázom az akkordmenetet. Ide betöltök még egy nexust, és ami a hangszert keresek, ami hátteret ad az egész melódiának. Ezt értsd úgy, hogy nem dominál a hangszer, hanem inkább háttérbe húzódik, több rajta a visszhang. Lejjebb halkítom, hogy tényleg háttérbe húzódjon a hangszer, és készen is vagyunk a melódiával. Oké, elérkeztünk a harmadik fejezethez, a melódiánk az már megvan, most elkezdhetjük fölépíteni a számot. Én az alábbi módon szoktam elkezdeni. Ugye megvan a melódia, szépen elkezdek kitörölgetni belőle kis részeket, és kitalálom, hogy épüljön fel az egész. Ez nagyjából meg is van. Szükség van még egy lead hangszerre, ami vezeti az egész dallamot. Ezért betöltöttem még egy nexust, és kiválasztok egy lead hangot. Amit eddig nem mondtam el, hogy létrehoztam group channelt, és ehhez hozzárendeltem a nexusoknak a kimenetét, és ez azért jó, mert egy darab potméterrel tudom állítani a négy darab nexusnak a hangerejét, valamint hogyha effektezni szeretném, vagy mutolni szeretném egyszer ezt a négy darab hangszert, akkor elég a group channelen módosítani a beállításukat. Kicsit viccesre sikerült, de azért az autokvantáz szerencsére kijavította a hibákat. Még annyit csinálok, hogy beállítom a nótoknak a végeit. Most elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy elkészítsük a build-upot, ehhez én egy külön effektet használok, amit ráteszek a melódiáknak a group channeljére, ez a Hematome nevű cucc, ez egy ring modulátor, ha jól tudom. Két paraméterét fogom majd állítani, az egyik az amount, a másik pedig a drive-et csúszka. De
Tehát ahogy említettem, akkor ezt a két paramétert kiválasztom a listából, az egyik a drive-et, a másik pedig az a mount. Szerintem ez így jól hangzik, amit még kell, hogy a dropnál teljes csönd legyen, úgyhogy a group channelnek a múltját fogom ott vezérelni. Tökéletes! Akkor a dropunk már megvan, most megcsinálom még a build-upot, méghozzá úgy, hogy átmásolom a kéz dobot, és ebből kitörlök részeket, kitörlöm a lábdobot, a tapsot, és pár helyen még át is alakítom. Jó, ezt a részt picit fölgyorsítom, hogy ne legyen olyan unalmas. Na, elérkeztünk ahhoz a részhez, amit szerintem mindenki nagyon várt. Most fogom megcsinálni a wobble bass-t. Én erre a Native Instruments-nek a masszívját használom, szerintem egy baromi jó szoftver. Tökéletesen használható. Rengeteg preset létezik hozzá. Készítettem kettő darab masszív presetet, amit szintén csatoltam a letölthető tutorial pakba. Szerintem nagyon fog tetszeni, nagyon csúnya hangja van. Amit tipikusan szoktam csinálni a masszív presetekkel, hogy van az LFO-nak ez a ratio paramétere, hogyha ezt állítod, általában ezzel tudod a bobble-nek a sebességét szabályozni. Ezt hozzá szoktam rendelni a MIDI billentyűzetemnek az egyik tolópotméteréhez, és ezzel tudom állítani a bobble-nek a gyorsaságát. Csinálok itt gyorsan egy próbát, körülbelül így fog hangzani. Tehát ahogy az előbb már elmondtam, hozzárendeltem az LFO-nak a ratio értékét a modulation joystickhoz, a MIDI billentyűzetemen, ebbe csak idegen szóval tudom, ez most furán hangzik. Az a lényeg, ahogy én tolom fel a MIDI billentyűzeten ezt a joystickot, úgy fog változni a wobble-nek a sebessége. És ezt kézzel is lehet, manuálisan egéred is lehet,
ezt az értéket változtatni. Itt ismét pár perc editálás következik, úgyhogy ezt a részt is fölgyorsítottam. Nem muszáj követni azt, ahogy én csináltam, ezt teljesen rátok bízom. Ezen a részen már nagyjából kezd összeállni a wobble. Na itt vagyunk a következő résznél, amikor tovább folytatjuk a wobble bass-eknek az editálását. Itt egy második hangszert is bevetünk. Meglepő módon ez szintén benne van a letölthető tutorial pakkban. Ha ismerős a hangzás, az nem véletlen. Rengeteg számba használtak ilyen hangszert. Többek között Dr. T Big Boss című számában is. Nagyon jól látszik, hogy amit az editáláskor beállítottam, úgy változtatja meg a ratio értéket. Na hát nagyjából készen vagyunk a komplett számmal. Nincs más hátra, mint a wobble bass-eknek a keverése a Groove Channel-re. Betöltöttem egy Linear Phase Equalizer, ezzel levágom a nagyon alacsony frekvenciákat, a 30-40 Hz alatti frekvenciákat. Erre azért van szükség, mert nagyon sok wobble bass tartalmaz 30-40 Hz alatti frekvenciát, amit igazából nem lehet hallani, se MP3 lejátszón, se a házi mozi rendszeren, se semmi nem jön ki, úgyhogy teljesen fölöslegesen van ez az információ benne a zenébe. Ezeket jobb, ha kivágjuk, és ennyivel hangosabb lehet a zene. Amit itt látsz, az a Pultronic-nak a csöves erősítő szimulációja, ezzel egy ilyen analóg melegséget tudunk hozzáadni a wobble bass-ekhez. Igazándiból ez egy olyan dolog, ami így jó, hogyha rajta van a wobble bass-eken, de egyáltalán nem kötelező. Amit még használni szoktam, az a Sugar Bites-nak a WoW filtere. Rengeteg kiváló presetet tartalmaz, érdemes őket próbálgatni, hát ha előjön valami új érces hang.
Na, hát elérkeztünk a végéhez. Nagyjából így épül fel egy dubstep szám, legalábbis én így szoktam fölépíteni. Ami még kimaradt a tutoriából, azok a sweep-upok, a sweep-down, ezek a színezések. Fuck you! Ehhez hasonló színezéseket rengeteg sample pack-be lehet találni, úgyhogy szerintem ez nem fog gondot okozni. Remélem tetszett a tutoriál, hogyha bármi kérdésetek van, akkor keressetek meg fiddlerbeats.com. Fenn vagyok a Facebookon, a Soundcloudon, a YouTube-on. Sziasztok!